Sziasztok! A mai videó egy halloweeni tutoriál lesz, és ezeket a bosszis üvegeket fogom nektek bemutatni, hogy hogyan lehet őket elkészíteni. Sötétben világítanak, és nagyon klasszul néznek ki. Szerintem tökéletes Halloween dekorációnak, vagy aki szereti az ilyesmit, annak hétköznapi dekornak is megfelel, illetve még fotózáson kelléknek is tök jó lehet szerintem. Az ötlet egy külföldi videóstól van, Drakenfeng a neve, és most több projektjét is el fogom készíteni én magam is, és megkérdeztem tőle Facebookon, hogy nem probléma-e, és azt mondta, hogy nyugodtan, és ennek tökre örülök, mert amúgy is megcsinálnám, és akkor már le is videózom, és akkor fel is töltöm tutoriálnak, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, és hogy örültök neki, mert én nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készítettem el őket. Egyébként lehet, hogy ránézésre bonyolultnak tűnnek, de abszolút nem azok, úgyhogy tényleg érdemes belevágni és megcsinálni. Három darab üveget készítettünk egyelőre. Az egyiket Miki csinálta. Ő az. Sajnos a hozzávásárolt fények még nem érkeztek meg, de a videókon látni fogjátok, hogy ezt a problémát átmenetileg megoldottam másfajta fényforrással. Szóval láthatjátok, hogy nagyjából hogy fog kinézni, és mindenképpen nézzétek meg Drakenfengnek is a csatornáját, hiszen tőle van az ötlet, és nagyon hálás vagyok neki, nagyon köszönöm, és imádom a munkáját. Na, de akkor kezdjük is el! Ennél a projektnél egy nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető ragasztót fogunk használni, aminek Chiliza neve. Ez elsősorban lisztből és vízből készül, amiből egy palacsinta tészta jellegű masszát kell kikevernünk. Viszont azt is megtanultam, hogy érdemes beletenni egy kis sót, ami segít tartósítani a masszánkat. Ezen kívül egy kis huliragasztót is teszek bele, hogy még strapabíróbb legyen az egész. Pontos adatokat nem tudok mondani, hogy miből mennyit tértek bele, de ahogy elkezdetek vele dolgozni, úgyis látni fogjátok, hogy túl sűrű vagy túl folyékony, és akkor tudjátok korrigálni a mennyiségeket. A kiválasztott és alaposan megtisztított üvegnek talpazatot készítünk kartonpapírból. Ebben lesz majd elrejtve az elemtartó és a hozzátartozó fényforrás. Két réteg kartont ragasztok össze ehhez, hogy biztosan jó tartása legyen. Ezeknél a ragasztásoknál még a ragasztópisztolyt használom. Az egész karton bevonom ragasztópisztollyal egy vékony rétegben, azért, hogy amikor majd a lisztes, vizes ragasztóval dolgozunk, akkor ne ázzon el a karton. Ezen kívül ad neki egy ilyen kis fás textúrát is, ami remek alap lesz a további fás dizájnhoz. A ragasztó megszáradása után feltöltjük az üvegeket. Ehhez öblítőt és vizet használok, és azért használok öblítőt, mert ez nem ül le a víz aljára vagy a tetejére, és nem is kell utána felrázogatni, hogy ilyen zavaros és opálos legyen a víz. Én szilárd öblítőt használtam, de szerintem bármilyen öblítő megfelel ehhez, és nem is kell bele túl sokat tenni az öblítőből, mert már kis mennyiségben is eléggé hatásos. Az üveget ezután lezárom, és a dugót bele is ragasztom. A kupakra vagy dugóra lehet díszítést is tenni. Én az egyik üvegnél egy Desodornak a kupakját használtam, mert túl egyszerűnek tartottam a csavaros tetőt. A díszesebb kupakokkal is fel lehet dobni az üveget, ezek például parfümökről vannak. Plusz dekorációként még apró koponyákat használtunk, amit az üvegre ragasztottunk, illetve Miki az üvegnek a kupakjára ragasztotta. És el is kezdődhet az igazi dekorálás, ami vattából készül. A vattát kisebb és nagyobb darabokra tépkedem szét. Először is a design apró belemeit teszem fel az üvegre, amihez a vattát belemártogatom a csilizbe, hogy jól átnedvesedjen mindenhol.
majd apró darabkákat tépkedek belőle, és ezt ragasztom fel az üvegre. Nagyobb ágakhoz nagyobb patta darabokat használok, és alaposan átitatom ezeket is a csilizzel. A fás hatás eléréséhez a vatta csíkokat eléggé összecsavargatom, és némi csiliszt is kinyomok belőle, hogy ne olyan tocsogósan és folyósan kerüljön fel az üvegre. Nem csak az összecsavargatással lehet elérni ezt a fára hasonlító kinézetet, hanem úgy is, hogyha a kilapított vattát összenyomjátok. Valahogy így. És ezekkel a technikákkal díszítgetem addig az üveget, ameddig elégedett nem vagyok a kinézetével. Miután díszítés elkészült, néhány napot várni kell a teljes száradással. Én hősugárzót vetettem be, hogy minél hamarabb megszáradjon, de hogyha éppen fűtésszezon van, akkor radiátor közelébe is tehetitek, vagy rá a radiátorra, és azzal is meggyorsíthatjátok a száradást. A festés előtt érdemes leszedni a felesleges csilizmaradványokat is az üvegről. A festéshez lazót használok. Általában akrilfestéket szoktam használni a legtöbb dolgomhoz, amit készítek, de ez most egy kicsit más, ugyanis a lazúrt arra használják, hogy a fa erezetét és természetes szépségét kiemeljék, de most a vattára fogjuk ezt rákenni, és ez tökéletesen kiemeli azokat a kis részleteket, amit a csavarással vagy a vatta összenyomásával kreáltunk, úgyhogy nagyon jól fog kinézni a végeredmény. A lazúrokat többnyire természetes fa színekben árulják. Én például a tikfa színűt használtam, sötét diót és tölgyet. Ezek közül valamelyik vékony lazúr volt, valamelyik pedig vastag lazúr, de ezekkel tulajdonképpen nem nagyon foglalkoztam. Egyébként lazúrt főleg barkácsboltokban lehet kapni, de akár hipermarketes Tesco-ban is megtaláljátok, vagy akár Auchanban. De ott általában elég nagy kiszerelést árulnak, úgyhogy javaslom a kreatív boltot, ahol kisebb tubusokban is lehet vásárolni lazúrt, és ott még különlegesebb színeket is vásárolhattok, mint például lila, piros, zöld és egyebek. Az üvegre ráfolyt lazúrt érdemes még akkor letörölgetni, amikor még nedves, mert amikor megszárad, akkor sokkal nehezebben jön le. Én például nitrohigítóval kínlódtam, mire végre le tudtam szedni, és nem volt egy kellemes művelet. És ezzel kész is van a boszorkányos üvegünk. Önmagában is nagyon menő, de szerintem kivilágítva a legjobb.
Most köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!